Nekem nagyon fontos a reformáció. Egyrészt azért, mert nekem egy közösséget jelent, egy értékálló közösséget. A mai világban, ahol összesen az európai embereknek a 7%-a jár templomba, nem beszélhetünk értékálló közösségekről. Márpedig a reformáció mindenképpen az, hiszen 500 éven keresztül bizonyította azt, hogy a magyarság érdekeit szolgálja. De ne felejtsük el, hogy a magyarság megmaradásának egyik kulcsmomentuma volt a reformáció megjelenése, hiszen a magyar nyelvű istentiszteletek bevezetésével nem csak a kultúrát karolta fel a magyar nyelvet és a magyar művészetet, hanem a szabadságharcok élére is állt. Tehát egy kipróbált értékrend. A mai világban pedig nagyon nagy szükség van ilyen értékekre. Minap a református tanítóképző főiskolán részt vettem egy talk show-ban, ahol igazából sztorizgatni kellett az életemből, csemegézni különböző történeteket, és nagyon-nagyon látszott a csillogó szemű diákokon, hogy igény van arra, hogy ne a virtuális világból merítsék az információkat, hanem valódi húsvér embereket ismerjenek meg, példaképeket találjanak maguknak. Valódi az igény, és ezért fontos számomra is, hogy egy olyan közösséghez tartozom, amely valódi értékeket képvisel, tudunk egymással beszélgetni, közösen élünk át élményeket, ugye, és ez mindenképpen a jövőt jelenti Magyarország számára is. Fiatalabb koromban nem figyeltem azokra a jelekre, amelyeket kaptam bizonyára, nem vettem észre. Ma szinte minden percben vagy pillanatban tapasztalom, hiszen, mint mondtam, döntéseket kell hoznom, könyveket írok, és így tovább, és érdekes módon mindig olyasmik jönnek elém, ami éppen foglalkoztatnak, amiben éppen bizonytalan vagyok, amiben döntenem kell, és észreveszem ezeket a jeleket naponta, folyamatosan érzem azt, hogy egy magasabb erő fölöttem folyamatosan jelen van. Fantasztikus nagy élmény, mert egy olyan történelmi betekintés mellett azért erkölcsi példázatokat is ad számomra, és nyilván befolyásolta az életemet. Ez alapján írtam meg a Plékisztus című könyvemet, amely egyetlen egy útszéli kereszt történetén, jelrendszerén keresztül mutatja be a magyarság kultúráját. Azt, hogy a munka, a vallás és a ünnepek, a hagyományok szintjén hogyan gondolkodik a magyar ember. És minden idézet, minden példa a Bibliából jön, hiszen ezt mutatja számunkra a Biblia.